Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Megszokhatták már az elmúlt hetekben, sőt hónapokban, hogy rendszeresen készítünk olyan interjúkat, vagy inkább beszélgetünk olyan magyar játékosokkal, akik külföldön keresik a kenyerüket, ők ugye az idegen légiósok. Hát most egy kicsit belecsavarunk ebbe a sorozatba, mert hogy egy magyar leányjal, egy magyar hölgyel, Kovács Patriciával beszélgetünk. Szia Patricia, aki osztrák színekben játszik, legalábbis válogatott szinten, mert ugye most már a Mosó-Magyaróvár játékosa vagy, és termeled is szépen a gólokat, viszont Ausztria válogatottjával jutottál ki legutóbb a világbajnokságra, méghozzá eléggé kivetted a részedet aktívan abból a bravúrból, mert nyugodtan mondhatom, azt hiszem, hogy bravúr volt a lengyelek Igen. kiverése, és az, hogy az osztrák válogatott kvalifikálta magát a VB-re, úgyhogy kezdjük ezzel, jó? Gratulálok! Nagyon sok szeretettel, és gyorsan azok kedvéért, akik azért kevésbé ismerik a te karrieredet, mondd el, hogy tulajdonképpen hogy is lettél te osztrák állampolgár, meg osztrák válogatott, és miért is vagy az? Ugye én már kint születtem Ausztriába, apukám Kovács Ferenc edző, Hipónál edző most már 2000 óta, szóval 21 éve, és akkor ugye én kint születtem már, és akkor ott kezdtem el kézilabdázni, meg minden, és úgy alapjában ugye magyar állampolgár voltam, vagyis vagyok még mindig. És annak idején olyan 15-16 évesen, amikor utána elkezdődik az egész válogatottság, ugye összes barátom végül is azok a osztrák válogatottban voltak, és akkor úgy is véltem, hogy jó van, a magyarban nem férek be, és akkor megkérdezték a osztrákok is, hogy nem akarnék-e osztrák állampolgár lenni, és akkor így kerültem be a osztrák válogatottba, és azóta is ott játszok. Na most ugye már felnőtt egy generáció itt idehaza, meg nem csak idehaza, hanem világszerte, akik vagy amelynek a tagjai talán nem tudják, az osztrák női kézilabda az elképesztően jó volt. Mondjuk egy kicsit korábban, mikor te már feltűntél, tehát abszolút a világ élvonalába tartozott, egy bizonyos Gunnar Prokop tartotta kezében ott a gyeplőt, akár a Hipó csapatát nézzük, akár az osztrák válogatottat. Amikor téged honosítottak, vagy téged leigazoltak, akkor még voltak ennek jelei, hogy azért baromi erős az osztrák kézilabda? Hát akkor már azért úgy egyre kezdett lefelé menni, mert ez ugye végül is abból állt a osztrák válogatott így a 2000 évek környékén, hogy mindig lehonosították ugye a külföldieket, ugye főleg itt gondolok a oroszokra, akkor a ukránokra, meg a szerbek, stb. Ezek ugye... igen, és akkor végül is ebből állt a osztrák válogatott, de utána, miután Gunnar Prokop, meg a Osztrák Kézilabda Szövetség, ott voltak ilyen veszekedések, és utána ezzel abba is hagyta osztrák kézilabda szövetség ezeket a honosításokat, és persze ezzel azért jó visszaesett a színvonal is. És amikor én utána osztrák állampolgár lettem, akkor megmondom őszintén, hogy nekem nem voltak ilyen... vagyis nem azért honosítottak le, mint az előzőieket, hogy én nem voltam olyan nagy sztár, vagy ilyesmi, nálam ez így abszolút nem, ez vallott rám, hanem egyszerűen, mert ugye már amióta megszülettem, azóta Ausztriába éltem, szóval így inkább osztrák voltam. Én azt kérdezném ebben kapcsolatban, mert ugye aki a apukádat, a Ferit ismeri, azt tudja, hogy ő maga a kézilabda, tehát az egész élete a kézilabdáról szól, és a Hipóról végül is most már nagyon-nagyon régóta, és aki úgy egy picit ott belelátott a történetekbe, az tudta, hogy hát a lányaiból semmi más nem lehet, csak kézilabdázó, és ez így is alakult, és viszont az érdekelne, hogy amikor te kicsi voltál, és ugye akkor még ugye nagy csapat volt a Hipónál, és az úgy nőttél föl, hogy na, én egyszer majd a Hipóba szeretnék olyan nagy sztár lenni, mint azok az ászok, akik ott 6-szor, vagy 7-szer, vagy 8-szor megnyerték a,
a BL-t. Ez volt a gyerekkori álmod, és aztán ebből lett a Mosonmagyaróvár, vagy ez tulajdonképpen nem volt így benned kialakulva? Ez érdekes, mert igazából megvalva, hogy úgy soha nem is gondoltam, hogy egyszerűen még NB1-be is játszok. Nem tudom, hogy tényleg nagyon szívesen mindig is nagyon szívesen játszottam kézilabdát, meg ugye otthon is apától még sokat hallottam, meg tanultam, ami mai napig bennem van, mert sok edző azt mondja mindig, hogy kicsit ilyen edzői szemmel is gondolkozok, nem tudom, ezt ugye, hogy apától mindig hallottam otthon, hogy ő hogy mondja, ez szerintem így bennem ragadt. De attól függetlenül mindig azt hallottam apától, hogy meg szüleimtől, főleg anyukámtól is, hogy tanulj el, mert fontos nagyon a kézilabda mellett, és végül is így mindig így két sínen mentem ezért, hogy mindig nagyon fontos volt a szüleimnek is a tanulmányok, hogyha ugye kézilabdával könnyen lesérül az ember, meg valamilyen szinten szerintem szerencse is kell hozzá, hogy éppen a posztodon valaki lesérül, vagy nem tudom. Szóval persze ott volt mindig a vágy, meg ugye láttam BL meccseken, hát az iszonyat jó meccsek voltak mindig, és ugye már 8 évesen, amikor ott vagy mindig nézed a nagy sztárokat, azért az mai napig bennem van az érzés, és tényleg hiányzik is, hogy azok tényleg olyan jó meccsek voltak, és sajnálom, hogy most így a hipó ugye így lement a színvonalra. De visszatérve a kérdésedre, hogy volt, hogy úgy álmom azért volt, de nem láttam realisztisnak, hogy úgy azért nekem azok a valamilyen szinten, hogy ott legyenek a világ, láttam, hogy azok a játékosoknak mind volt valamilyen extra, hogy valami annyira robbanékony volt, vagy annyira magas volt, annyira nagy lövése volt, és azért valamilyen szinten gondolom apától is hallottam, hogy ezek azért nekem nincsenek meg, hogy most realisztisnek kell lenni, hogy azért azon azért nem vagyok. Hogy persze sok munkával ezt az ember tudja kompenzálni, de azért annyira nem gondoltam, hogy oda, hogy most egy neágú soha nem leszek azért. Ja. Ja. Neágú nem leszel, de azért most, vagy lehet, hogy leszel, ki tudja, szerintem soha nem mondtam, hogy soha, de azért most nagyon jó széllel vitorlázol, tehát a Mosonmagyaróvár abszolút mondjuk úgy, hogy egy erős, nagyon erős középcsapatnak számít ugye a magyar bajnokságban, tehát jelenleg jobb, mint a hipó, ugye azért harmadik vagy a házi góllövő listán, és majd az osztrák válogatottról azért mesélj egy picit nekünk, mert még egyszer mondom, ez legalábbis számunkra nagy meglepetés volt, és azért ott elindult valami munka, azért mégis Herbert Müller a szövetségkapitány, kijutottatok a VB-re, szóval valami ott megmozdult az osztrák kézilabdában, nem? Szerintem most az is a erősségünk, hogy végül is így fiatalabb csapat vagyunk, aki nagyon motivált mindenki, hogy most már egy 3 éve ezzel a maggal együtt edzünk, hogy annak idején így kialakult ez a mag, és így 3 éve most már együtt játszunk, és főleg az is, hogy ugye fiatalok vagyunk, még nagyon hajtunk, akarunk, szinte mindenki külföldön is játszik most már, nem tudom, gondolok itt Sonja Freire, aki SBR-be játszik, Huber, a bálósunk, meg a kapusunk Thüringenbe játszanak, szóval azért ma ott is magasabb szinten játszik mindenki. És szerintem ez is ugye így nő a önbizalom az emberbe, hogy már tudod, hogy nemzetközileg milyen a szint, meg ez is ugye, hogy már együtt játszunk egy 3 éve. Azért ez így sokat segít nagyon a csapatban, hogy tudod, hogy kinek mi az erősségei, milyen szituációban kire lehet kijátszani a labdát, meg igen, végül is ez így a receptje szerintem, hogy most végül is kijutottunk a VB-re. Mesélj egy picit Herbert Müllerről, mert ő egy elég karakteres figurája a női kézilabdának, ugye a Thüringer már nem tudom, ember emlékezet óta edzi, és az osztrák válogatottnál is ott van, nem tudom, a Misi ott van még vele, a Gódor Misi a válogatottnál? Most már nem, mert visszavonult, hogy nyugdíjas lesz majd most ugye is. Aha, olyan öreg már, aha. Szóval milyen edzői stílus ő az edzéseken, meg a mérkőzéseken, látjuk, hogy nagyon heves tud lenni, de úgy nem az a
fajta azért, aki leüvölti a lányoknak a fejét? Tud azért üvölteni is. Vagy főleg így úgy mondanám, hogy a öregebb játékosokkal azért oda szeret keményebben is odaszólni, de ez szerintem teljesen normális és rendben van, és néha kell is. De ami egyértelműen jelképezi Herbert Müllert, az szerintem, hogy nagyon jó tud motiválni, és mindig azt akarja, hogy 100%-osan küzdjön a csapat. Ez már nálunk edzéseken kezdődik mindig a ilyen bemelegítő játékokkal, hogy végül is majdnem minden edzésen van egy bemelegítő játék, de ezt most úgy kell elképzelni, hogyha mi kosárlabdázunk is, ez nem kosárlabda, ez inkább ilyen rögbiszerű valami, mert hogyha fautolsz, akkor sokszor elveszíted a labdát, hogyha 2 perces faut, ugye, akkor nem, akkor marad a faut, de hogyha egy sima, normális fautot csinálsz, akkor eladod a labdát, úgyhogy ez ilyen, igen, hogy így tényleg próbálja beléd pumpálni ezt, hogy agresszívnak kell lenni, fautolni kell, mert amit mondja is mindig a osztrák válogatottban nekünk, hogy mi nem vagyunk olyan egy kézilabda náció, hogy nem tudsz, mint Magyarországon 200 felnőtt játékosból válogatni, hogy na most ki éppen jó formában van, meg kit hívhatok be, hanem nálunk így a keret azért jóval kisebb, és az egyetlen, ahogy mi végül is ki tudunk, vagy célokat el tudunk érni, hogyha a 100%-on túl lépjük. És ez meg, ahogy ő gondolja, hogyha küzdünk, harcolunk, és ellenfelről letépjük a bőrét is. De megjött most az étvágy egy picit itt válogatott szinten, mert a múlt az szép. Most úgy néz ki, hogy van egy jó generáció. Mondjuk a holland példa például bizonyítja, hogy nem kell ahhoz erős nemzeti bajnokság, hogy a végén abból egy erős válogatott legyen. Az igen, hát azért a holland az szerintem megint más, hogy azért az most nem hasonlítanám a osztrák válogatott a hollandhoz, mert azért nagyon előre nyúlnék szerintem, hogy azért nem... De csak úgy értettem, hogy ugye gyakorlatilag holland bajnokság nincs, vagy értékelhető igen. Mint ahogy értékelhető osztrák bajnokság sincs, hiszen nagyjából ugye amatőr szinten van a kézilabda, de hogyha a világban szerteszét játszanak hozzád hasonló tehetséges profik, abból simán össze lehet gyúrni egy jó válogatottat, lásd, ez most sikerült is. Igen, hogy végül is most ebből is áll a osztrák kézilabda, hogy próbálják minél hamarabb már a tehetségeket is külföldre kivinni, hogy például vannak nálunk válogatottban is 17-18 évesek, ma azok is külföldön játszanak, Németországban, ott fejezik be a iskolát. Uh-huh. Ami persze, mert azt is hozzá kell tenni, hogy sokszor nem könnyű. Például a balszélsőnk, aki tényleg nagyon tehetséges, most kiment Németországba, Thüringenbe, és iszonyúan fejlődött, de egy év után most visszajön, mert annyira honvágya van. Vagy ugye ez nem mindig könnyű, és itt persze majd az is kérdéses lesz, hogy a mentalitás hogy marad, mert szerintem például a osztrák mentalitás az még sokszor ilyen, hogy hát jó, van kézilabda, jó és szép, de 27-28 évesen utána sokszor abba hagyják. Ez ugye eddig nagy probléma volt, és majd ugye kiderül, hogy most egy 3-4 év múlva kik játszanak még egyáltalán. Ez sajnos nálunk sokszor, vagyis gyorsan meg tud változni. És téged nem csalt sose Herbert Mürgen a Thüringenhez? De voltak nálam is, hogy még annak idén... még mikor kimentem Németországba, akkor is hívott már, meg idén is megint, mikor Mosó-Magyaróvárra szerződtem, akkor is kérdeztem megint, hogy nem akarnék jönni, de nem tudom, hogy így nem bántam eddig meg, hogy nem mentem oda, mert most is Mosó-Magyaróváron nagyon jól érzem magam, meg annak idén Metzingenben is jól éreztem magam, úgyhogy nem bántam meg. Ugye itt van még egy csavar a történetben, vagy egy kapocs, mert a jelenlegi klubedződ Gyurka János szintén volt hipóedző, tehát neki is van némi köze ez az érdekcsoporthoz.
Igen, pontosan, de nem tudom, hogy vicces volt még első héten például, Gyuresz mondta, hogy jaj, Pati, emlékszem még, amikor ilyen kicsi voltál, 7-8 évesen ott rohangáltam a csarnokban, hát én már semmire nem emlékeztem, hogy nem tudom, úgyhogy ja, itt látszik, hogy telik az idő szerintem. Mondjuk mentséged legyen mondva, hogy a hipóban elég sok edző volt. Hát az is, igen. Hosszú memóriádnak kellene lenni, az összeset fel tudnál idézni. Az is, ja. Na és most, amikor így fut a szekér, akkor úgy egy kicsit úgy elkezdesz úgy álmodozni, meg mi a realitás szerinted? Meddig juthatsz el? Mert azért most elárulok annyit, hogy én beszéltem Gyureszsal, Gyurka Jánossal, mielőtt ezt az interjút elkészítettük, és ő azt mondta, hogy óriásit fejlődtél az elmúlt időszakban, az elmúlt párban, és ő úgy gondolja, hogy ennek még egyáltalán nincs vége. Hát, remélem persze én is, hogy még nincsen vége. Én is tapasztaltam idén, hogy főleg szerintem védekezésben sokat fejlődtem, de támadásba is, hogy Gyuresznek azért szerintem vannak sok a férfi részből, ugye, amiket így átad nekünk, hogy a női részbe is csinálhatjuk. Gondolok itt főleg ezekre a térnyerésekre. Azért ezek a férfiak jobban játsszák szerintem, mint a nők, de egyre jobban jön a nőknél is. És ezekbe így tanultam szerintem sokat tőle, hogy még hova fejlődhetek, remélem azért, hogy cél például jövőre nekem az lenne, hogy itt Mosó-Magyaróváron még fontosabb húzóember legyek, és hogy ezzel próbáljuk megtartani így a középmezőnyben, vagy ugye a körül, mert ugye sok távozónk van, majd kiderül, hogy ebből mi lesz jövőre, de hogy attól függetlenül, hogy ilyen sok távozónk lesz, hogy azért megtartjuk így a pozíciónkat. Most abban a pillanatban, amikor beszélgetünk, akkor ugye dobogón vagytok, és óriási harc lesz itt a harmadik helyért még a bajnokság végén. Hát igen, ez igaz, hogy tényleg még 3-7-ig ott minden nyitott. A következő 4 meccs végül is erről fog dönteni, hogy ki hol fog végül is bajnokság végén landolni. Nagyon remélem, ugye most ma Dunaújváros ellen játszunk 18 órakor, ez már az első lépés lesz ahhoz, hogy inkább 3-5-ig végezzünk, mint 5-7-ig. Azt még áruld el nekem, légy szíves, hogy a Feri mennyire meg tudja megállni otthon, hogy ne elemezze ki az összes mozdulatodat, amit a móvári meccseken játszol. Nem, mondta is, hogy neki ez nagyon nehéz mindig, hogy jobban izgul, mint a saját meccseim, mindig, amikor nézi. De különben meg szeretem is, hogyha utána mindig ad nekem még tippeket, meg azért csak más meglátásai is vannak néha neki, és mai napig ugye mindig sokat segít még apa nekem ebben, hogy mit csinálhatnék jobban, mit tartsak meg, miket próbálhatok ki, és akkor ugye ezt edzésen akkor ezt is ki tudom így próbálni. És akkor kérdezi a Gyurász, hogy na, ez honnan jutott eszedbe? Mondta, hogy ezt csinál. Ne, tudja, akkor azt szerintem, hogy apától is jön, mert Gyurászsal is így sokat szoktam beszélni, ugye, és akkor úgy lehet, az jó nagyon Gyurászban, hogy lehet vele beszélni, és hogyha új dolgokat ki akar próbálni az ember, akkor itt tényleg lehet vele beszélni, és hogy akkor ezt meg is lehet csinálni. A magyar válogatottsággal nem kacérkodtál. Ja. Nem fordult-e meg a fejedben, hogy magyar válogatott legyél? Hát azért igen. Nem tudom, hogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. Még amikor Vácon játszottam, akkor például kaptam is meghívót magyar válogatottba, annak idén ilyen bőkeret összetartásba, mikor utána rájöttek ugye Kim Rasmussenék, hogy hoppá, én osztrák vagyok. Úgyhogy volt egy olyan is. És annak idén volt először, hogy úgy megfordult a fejembe, hogy hoppá, mi lett volna, ha nem vagyok osztrák válogatott. De ugye, hogyha most magyar válogatott is akarnék lenni, akkor 3 év kihagyás van,
azért az nagyon sok, és így ezt a témát így el is vetettem végül is. És most, hogy így a osztrákokkal meg ugye kijutottunk a VB-re, ez így ugye azért nagyon sokat is kompenzált, mert mindig ez volt ugye, hogy jó van, osztrák válogatottam, még EB-re vagy VB-re se jutok ki. És ugye ez azért mindegyik sportolónak szerintem fontos és nagy álma. Hát akkor hozzánunk. Sok sikert, hogy a Mosomajróvárban meg az osztrák válogatottban. Köszönöm szépen. Legyél minél eredményesebb, és akkor teljesüljenek be a kézilabdás vágyai. Patricia, köszönjük, hogy velünk voltál. Sok sikert a bronzéremért vívott harcban most itt első körben. Köszönöm szépen.